Ha a fiatalokról, fiatal kutatókról, fiatal diákokról vagy doktoranduszokról beszélünk, akkor az anyaországon belül, vagy az elcsatolt területeken is éljenek a magyar fiatalok, ez számukra egy termékeny év, azt is mondhatom, hogy 2019 a fiatal kutatók, vagy a fiatal doktoranduszok éve, hiszen azt látjuk, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége Magyarországon 25 éve megalapult, és ebben az évben ők is megújították a szabad egyetemüket, elindították a DOSZ-fesztet, a Doktoranduszok Fesztiválját, itt pedig ez egy nagyon jó dolog, és reményteli dolog, hogy 11 évvel volt a korábbi harmadik ilyen szabad egyetem, amit a doktoranduszok és a fiatal kutatók, diákok szerveztek, most pedig ismételten megrendezik vagy megszervezik. Ez most már a negyedik ilyen szabad egyetem, és azokból próbáltak meríteni, amelyek korábban is jól működtek, de természetesen az elmúlt 11 évben nagyon sok minden történt, és a változásoknak megfelelően megpróbálták kialakítani ezt a programot. Nagyon sokan jelentkeztek erre a programra. Tudomásom szerint több mint 100-an fognak majd részt venni a különböző eseményeken, és valószínűleg az összlétszám ezt jóval meg fogja haladni. Nagyon fontosnak tartjuk, én személy szerint is nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalok a hétköznapi rutinon és a hétköznapi teendőkön túl szálljanak arra időt, vagy szálljunk arra időt, hogy beszéljük át a közös jövőnk, a közös ügyeink, beszéljük át azokat a kérdéseket, amely a mi nemzedékünket különösen érinti, annak érdekében, hogy a jövőt is megfelelően tudjuk formálni és megfelelően tudjuk alakítani. És a fiatal diákok, kutatók, doktoranduszok fogják majd alakítani vagy alkotni a jövő értelmiségét, és ezen keresztül hatással is lesznek arra, hogy Kárpátalján milyen lesz a magyarságnak az élete, a magyarság jövője. Én egy nagyon példaértékű és példamutató kezdeményezésnek tartom, hogy ebben nem csak részt vesznek, hanem az élére álltak, és ezzel a szabad egyetemmel ezt a közös gondolkodást nem csak el tudják kezdeni, hanem a kérdéseket, kihívásokat fel tudják tenni, fel tudjuk magunknak tenni, és ezekre közösen tudunk válaszokat is találni.